Biztosan mindenki átélte már legalább egyszer, hogy milyen jó érzés reggel 7-kor dideregni és várni a buszt. Azt sem tudod biztosan, hogy melyik időzónában vagy és hogy milyen évet írunk éppen. Körbenézel és a melletted lévő emberek láttán azonnal a Walking Dead egyik főszereplőinek érzed magad. Elnézést, meg tudnám mondani, hogy hány óra van? Jó, hát én nem úgy gondoltam. Ha túléled a busz megállót, még életben kell maradnod a buszon is. Hát képzeljétek el, a múltkor szépen felszálltam a buszra, mutatom fel a bérletemet a sofőrnek, kb. Belenyomom a képébe, erre még visszarángat. Mert biztosan annak járt le, aki a sofőr képébe nyomja a bérletét, hát tuti. Mielőtt leírnád, hogy biztos szemüveges volt, nem volt az. Miután tovább engedett a sasszemű kidobó ember, sikeresen elfoglaltam az utolsó szabad ülést, és szembe találtam magam a helyi disznóölőklub megbecsült tagjaival, Sanyi bácsival és Gézával. A két elvtárs éppen heves eszmecserét folytatott a mai sertések megfelelő levágásáról, de olyan hangosan, hogy azt még a sofőr is hallotta. Mire leszálltam, már pontosan tudtam Sanyi bácsi véleményét a disznók megfelelő pörzsöléséről, illetve Géza kománk álláspontját a karajra bontás rejtelmeiről. Én azt nem értem, ilyeneket miért nem lehet otthon megbeszélni? Vagy ha már nagyon fontos, akkor nem lehetne egy icike-picikét halkabban? Jó, oké, és gondoltam magamban, nincs semmi gáz, felszállok a metróra, és ott már csend lesz és nyugalom. Fel is szálltam kb. Hátulról a harmadik kocsira, szépen nekidőltem a falnak. Hát kit látok meg az ajtóban pörkölt receptekről beszélgetni?